Mert? Na, innen a gyors kocsi utcából szökött meg a viszkis, úgy, hogy aki vallatta, ilyen felügyelő, rendőr felügyelő, ment a telekre ilyen kerítést csinálni. És a drótot, amit vett a boltba, vitte magával, hogy mikor végez a kihallgatással, akkor a kerten felhúzza a kerítést. Ilyen olyan drót, amivel kifeszítik a drót kerítést, tehát ilyen feszítő drót. És még kiment, Viszkis addig szépen elrakta, hogy hogy rakta, azt nem tudja, ezt senki nem tudja hogyan, de elrakta, vagy a lábával kinyomta, és bevitt az ágyájába, és onnan a harmadik ablakból leengedte. A drótkötelet, de csak a drótkötél odáig ért az első emeletig. És onnan leugrott, úgyhogy szerencsére nem tört el a lába. Sántított, azt elmenekült. És én statiszta részt vettem a Viszkisnek a forgatásán, és azt mondta a Viszkis, hogy most hiába szabad, vissza kell fizetni azt a sok-sok millió forintot, amit ő ellopott. És nem tud elhelyezkedni rendesen munkahelyre, hanem cselepet árul. Így járt a Viszkis, így járt. Úgyhogy, tehát nem hős, nem hős. Csak a filmben úgy nézünk. Köszönöm.